Szevasztok, srácok, üdvözöllek benneteket, folytatjuk a tirdalos kalandjainkat, a sorombolós küldetéseinket. Feldíszítettem ezt a kis fát, hogy egy kis nitroglicerin is van a tetején, hogy megnézzük, hogy fel tudja emelni. Ezt a boostert kéne amúgy fejlesztenünk most. Ah, de gyönyörű, ami karácsony van. Na, látjátok? Így kell kiszellőztetni otthon. Na mindegy. Megnézzük, hogy tudunk-e fejleszteni ezeken a rakétákon, mert ugye nemrég kaptuk meg őket, és tök jó lenne ezeket használni. A nitroglicerint azt tudnánk fejleszteni. Van a Vehicle Thruster is, illetve a sima Rocket Booster. Na most 788-unk van, tudjuk az erejét, ugye az időtartamát, és ugye a darabszámot növelni. Legyen egyelőre darabszám, vagy erő? Legyen erő. That's the power. Oké, csomó pénz kéne, hogy most tök sok mindent tudnánk fejleszteni még. Kéne egy kis lovetta, nem baj, majd lesz, nem kell aggódni. Nézzük a mai küldetéseket, Gordon Wu-tól érkezett Final Touch. Az utolsó érintés? Hova megyünk? Ó, megyünk a bevásárlóközpontba, az nagyon jó. Ez egy mellékküldetés elméletileg. Nézzük meg, hogy mit kell csinálni. El kell lopnunk legalább 4 karácsonyi dekorációt Gordonnak, az ilyen Gordon csodavilágának. És el kell őket hoznunk ugye a kocsihoz, ez a kis teherautóhoz, ami az Escape Vehicle-ünk. Vigyázzunk kell arra, hogy vannak ilyen biztonsági robotok, amelyek beindíthatják a riasztót, hogyha észrevesznek. Van tűzriasztó, illetve tehát a tűzre kell odafigyelni, meg ezekre a robotokra. Kíváncsi leszek, hogy az mit jelent. És van egy pár, van egy jó pár cuccunk, 4-et kell legalább elhozni. Most kíváncsi vagyok, hogyha egyet elhozok, akkor az hogy fog működni, hogy már, hogyha egyet leveszek, az is, bár mondjuk nem írta, hogy az riasztózva lenne. Na, itt van valami, hát ezt megnézzük mindjárt. Ez hogy van? És akkor, aha, ott van fent. Nem tudom. Uhú! Ja, hogy ez a robot! Oké. Itt egy robot. Jó napot! Hú, gyerekek, gyors ki kéne menni. Engedj ki! Jó, ez az a fal, ugye? Ez az a fal, jó? Menj már ki! Oké. Okay. Itt már vannak robotok. Ki tudjuk iktatni valami a robotot? Gyere csak ide a falhoz! Ez kimászik! Haló kérem! Az baj. Várjatok, megpróbálom kiiktatni. Gyere csak! Bam! Várjatok, le kell kötözni. Vagy tudjátok mit? Mi van, kis haver? Új. Oh, itt van víz! Várjatok, van víz! A robot nem szereti a vizet. Bakker, leakadt! Az baj. Okés. Menjél csak a víz felé. Ez az. Ott a helyed. Gyerünk, menj csak. Jó, hát ez már túl sok vizet nem fog zavarni. Hogy kikötöttük a kocsi mögé, te jó ég. Na jó. Lehet kicsit komolyabban kéne venni ezeket a küldetéseket. Bakker. Jó. Lehet meg kéne keresni az összes ilyen robotot. Most megnézzük, hogy működik ez a tört. Hogy szálltam ki a tetőn? Ha! Hát ez milyen lifehack. Aha. Hát ezt nem csak... Az csak, hogy meg kell fogni? Jó, menthettem volna egyet. A riasztó az nem indult be. Milyen jól néz ki ez a kis dekoráció. Majd nem is néztem meg, hogy pontosan hol lesznek. Egy meg is van, tehát hogyha ezeket levesszük, akkor ezt nem riasztja semmit, csak a robotokra kell figyelni. Hát itt van valami pici hátul. Az lent lesz. Oké, az szintén hasonló dekoráció lesz. Van itt egy ilyen gömb, vagy mi a túró? Ez még 13 méterre fölöttünk van. Megint egy ilyen dekoráció, meg megint egy ilyen. Ez meg a csilla? Ez a izé? Az a karácsony a tetején van! Tudjátok, mit kéne? Azt alulról kéne megszerezni. Csak nem tudom, hogy hány robot van. Mentünk egyet. Hát figyelünk a robotokra. Körbe kéne nézni, hogy találunk-e még ilyen security robotot, csak így nagyjábólra. Hallok valamit mászkálni. Cicic, gyere csak! Szia angyalom, gyere! Ez most jön? Ó, hagyjad, mert le tud jönni a lépcsőn! Na, ez jó taktika lesz. Gyere csak! Mint hogyha valamit osztogatnánk, érted? Úgy jön.
Jó. Kell egy kábel. Gyorsan összecsatlakoztatjuk. Ups! Jó! Aj, ne, hogy itt ember. Ne. Ups, menj csak a vízbe! Jó, ezt nem tudom egyszerűen megunni, tehát ez akkora troll húzás, hogy fogjuk és bevontatjuk a tóba. Mi se látunk. Le tudjuk tisztítani, ugyebár ezt legutóbb rájöttünk. Hát, hogyha úgy van, beállok ide a kapuba, hogyha bármi gáz van, hát mondjuk ezt már tisztíthatjuk, ebből már kilátunk. Bármi gáz van, akkor legyen itt kocsink. Nos, nézzük csak meg, hogy honnan kell cuccokat leszednünk. Tehát fönt a csillag. Oké, itt van valami logo dekoráció. Van itt nekünk ilyen. Ezek ilyen girland féleségek, ugyebár. Na most. Ja, hogy az csak ennyi? Na várjatok, igazából. Hát az meg is van. Ez nem volt egy nagy tudomány. Nem olyan könnyű, ahogy észlelem itt a dolgokat. Itt valahol mászkál egy robot. Ti is halljátok? Szia, tapicska! Hol vagy? Ja, ott van fönn. Na, hát akkor azt hagyjuk. Az most úgysem számít nekünk nagyon. Hát, hogyha kell oda mennünk, akkor már megverítjük azt a részt. Vagy ki is tudjuk venni. Vinni. Oké, okay. Ups, ezt nem akartam bántani. Jajaj. Nézd meg, hát nem fér ki a lyukon. Így, ez már a miénk. Kéne valami teherautó, amiben be tudunk pakolni. Nincs itt valami munkagép? Sokkal egyszerűbb lenne a dolgunk. Hozok egy munkagépet. Hogy egyszerűbben el tudjuk vinni a díszeket, szükségünk van egy bejáratra, és be fogok állni ide azzal a kis döbberrel. Na most itt fogjuk kibontani a falat, meg kicsit ezt a virágágyást így megcsépeljük, mert meglátjuk, hogy úgy talán egyszerűbb megcsinálunk a bejáratot, mint hogyha itt ki kéne bontanunk ezt az egészet, mert elég magas, aztán sok a törmelék, stb. Inkább itt tisztábbnak látom a történetet, hogy kicsit könnyebbnek a magát a megbontást. Megnézzük, hogy nitroglicerinnel mennyire lehet autóbejárót csinálni. Kicsit azért hátrébb állok, mert azért ez tud robbanni. Na hát amúgy ez így egész barátságos szerintem. Jó, tehát még egy kicsit azért kell, tehát ide még teszek egyet. Plusz még annyi van, hogy ezt itt végig kéne pakolni bombával, mert ugye ott azt a szegélyt is el kéne tüntetni, hogy rendesen be tudja gurulni. Ujjjj, várjunk, az nem robbant föl. Ujjjné. Ez a nitroglicerin, ez egy állat. Ez is nagyon jó lenne majd fejleszteni valamikor, hogyha lesz egy kis pontunk. Nagyon amúgy ez rendesen jó lett, és az az eszköz lesz most ugye nagyon hasznos, amire sose gondoltam, hogy ilyen effektív tud lenni. Kicsit a törmeléket odébb toljuk. Ne zavarjon bennünket. Ígyné. Ezzel meg is vagyunk, és szerintem itt már be fogok férni a dömperrel. Ide hoztam. Jaj. Hát amúgy bőven beférünk, tehát olyan beállót csináltunk, érted? Nagyon király. Na, jöttünk lopni. Nagyjából ezt lehet így elmondani. Nyomunk egy quick save-et. Ezt a kicsit odébb dobjuk. Oké, és ott van fent a karácsony fölöttünk, ugye? Aha, igen. Jó, azt most valahogy onnan ki kéne szedni. Igazából... szerintem a legegyszerűbb módot fogjuk választani. Felrobbantom a karácsonyt, bár hogy lehessen. Na várjatok, az most... Haló. Haló, jój! Na, itt a csillag! Csillag-csillag, ragyogjál! Az lesz a baj, hogy nem fogom tudni felemelni odáig. Valami nagyon tapicskó itt a háttérbe közben. Biztos van itt egy robot. Jó. Megnézzük azt, hogy fel tudom emelni a bedjét. Emetlek fel, és akkor megpróbáljuk valahogy fölhurcolni. Ugyebár ezzel ki tudjuk belőle takarítani a havat. Legyen már tiszta a plató. Meg amúgy a munkajármű is nagyjából legyen letakarítva. Ugye a legfontosabb dolgokkal kell foglalkozni. És akkor ezt most már... Mondanám, hogy így nagyjából fel tudjuk oda emelni.
Oké, okay, hát valahogy be kéne tudnunk ide emelni. Jó, lehet ezt fogom csinálni, úgy fogjuk most ezt rögzíteni ilyen nagyon izébe, egyszerűbe, mert talán ez a leg... nehezebb dolgunk. Az a felső szinten megy, ugye? Lehet ezt még egy kicsit lentebb tolni, vagy ezt az ágyat? Ó, hogy ne lehetne. Na, odafigyeljetek. És akkor most fogjuk megcsinálni azt, hogy majd kábellel ide rögzítem, és akkor jó lesz az nekünk. Így kábellel, oda is egy kábel. Meg oda is, és akkor hogyha most így ezt visszahúzzuk, akkor az már ott van a plató végén, hát. Na jó, ez nagyon egyszerűsített megoldás lett, ez megvan, ott kint van valami még. És megnézzük, nyomunk egy quick save-et, biztos ami tuti. Ja, itt is van valami robot, már ide hallom. Ez 10 méterre fölöttünk van. Szerintem ott lesz egy robotka is. Itt lesz a robot, vagy... Kettő van fölöttünk, ne szívassatok már. Ez még mindig fölöttem lesz? 6 méterre van fölöttem. Na jó, hát aranyosak ezek a robotok meg minden. Ezt valahogy... elmegyek és ellopom. Ki kéne ütni? Kiütöm és elhozom. Ez a haditerv. Gyerünk, menj! Csak nem követ így lefelé, nem? Na, így nem követ. Hú! Kijátszottuk a rendszer. Na, a girland már benn van. Így né. Nem jön körbe, ugye? Nem jön körbe. Majd legalábbis nem látom, hogy jönne. Mert ott ketten is vannak, ezért... beszarok, körbe jön! Körbe jön a retkes robot! Na jó. Gyere! Gyere, játsszuk le! Gyere, gyere! Hát ezt el kell intézni gyorsan. Oh, ez az! Problem szolved, úgyhogy folytathatjuk itt a lopást. Megjöttem. Van még kettő cucc itt, illetve itt. Tehát mind a kettő fölöttem lesz. És ide hallom, ahogy tapicskolnak a robotok, úgyhogy ez jó buli lesz. Bár igazából már csak két girland van, úgyhogy az nem is nagy extra, itt már kijátszom a robotot a teherautóba, bedobjuk a szajrét, azt itt se vagyunk. Így né, az is megvan. Kicsit furán át, vagy várjunk, ha kijött a túloldalt? Na. Tessék visszamenni, azért hoztam a teherautót, hogy az úgy jó. Így né. Jó, valahogy kiütjük azt a kis szutykot, hogyha tényleg ott van. És ó, tényleg Vehicle Thruster! Azt használni kell, hogy sokkal effektívebben tudjunk majd menekülni. Nyilvánvalóan. Így né. Sajnos csak ennyi van belőle, de ez nagyon jól néz ki. Gyorsabban tudunk menni tőle. Jó, bombát fogok használni, mert sajnos másom nincs. 10 méterre fölöttem van a szajré. Vártok, nyomunk egy quick save-et, biztos ami tuti. De azon gondolkozok, hogy itt hova lehetne esni. Megpróbunk egy ilyet. Hát ez baj. Le akartam, hogy essen amúgy. Az volt a cél. De nem esett le. Nem! Oké, okay, jó. hol van? Ott a girland. Azt a micsoda tolvajok vagyunk! Parkour tolvaj! Jó. Nagyon király. Karcoljuk a földet vele. Széttörünk mindent a girlanddal, nagyszerű. Egyből a platóba. Így, né? Szia! Szia, hello! Na, mehetünk is. Hogy visszük a csillagot. Nagyon jó, nagyon szuper. Ott azt letörtük, azt a kis lábacskát. Oké, okay, köszöntem szépen. Ez kegyetlen jó volt ez a küli. Nem tudom, hogy hova vagy a kocsi, de... telibe ágtott az oszlopokat. Jó, 16 perc volt. Igazából talán legtöbb idő kicsorogatni volt a robotokat, és akkor utána beledobni őket a vízbe. Na, megnézzük még egy küldetést. Top dog...
Micsoda? Kaptunk egy új eszközt. Megkaptuk a Hunting Rifle-t. Akkor nem tartom kizártnak, hogy meg fogjuk kapni a minigánt is. Jó, ennek én kifejezetten örülök. Pénzünk az nem nagyon van, tehát az elég nagy probléma, de legalább van Hunting Rifle-ünk, ha is ezt is lehet boostolni. Nagyon király. Na, lássuk a következő küldetést. Anton Wolfi. Ez az a pálya, ahova egyszer be kellett törnünk, ugyebár, a robotokat megnézni, és ez is egy side mission lesz. Aha, ez tuti valami új terület, gyerekek. Na, lássuk, mit kell csinálni. Van 4 primary és 2 secondary targetunk. Építkezési eszközöket kell elloptunk elméletileg, amelyek be vannak riasztva elég durván. Most ezt meg kell néznünk, hogy mit jelent az, hogy rendesen be van riasztva, mert húha. Ugye ott voltunk bent, amikor a robotokat próbáltuk meglesni, hogy mit tudnak. Hát nézzünk körbe, aztán meglátjuk, hogy mi van. Ó, lift, floor, 2, já. Yeah. Na, még lift is van, hallod? Milyen kényelmesek vagyunk. Ó, hogy ez is egy robot factory. Aha. És most itt minden tele lesz liftekkel. Emergency stop. Oh. Nagyon komoly dolgok vannak itt. Tehát itt van egy targetunk. Most nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy itt mennyi időnk van. Aha. Ez brutál nagy ez a pálya. Legalábbis ameddig most jöttem, már nem tudom, hogy hol vagyok köböl. És hogy innen hogy fogok tudni felmenni. Most ez is... Ez például azt hittem, hogy ez... Na mindegy. Oké, körbe kell nézni, mert... nagyon nagy ez a terület. Hoppári. Azt figyelt, szinte megtaláltuk a HQ-t, vagy valami hasonlót. Ó, főnök úr, megérkeztünk. $250. Nagyon jó. Itt lesz szerintem a bossnak az irodája. Itt körbe kell rendes... Ujjaj. Ezek ijesztőek, ezek a robotok, ugyebár. Nincsenek értékek? Érték. Ezt is el kell lopni, de jó. Ezt nem fogjuk most itt kinyitni, valószínűleg sem. Hát gyerekek, én nagyjából most körbejártam ezt az egész történetet itt. Ez brutál nagy. Tehát, hogy itt hogy és mind fogom kialakítani magát a menekülő útvonalat, halványlan dúsztom sincs, mert nem látom át a pályát minimálisan sem még. Úgyhogy ez nagyon ilyen érdekes lesz. Valamit ki kell leszelnünk. $50. Beautiful. Bankit, az nem tudom micsoda pontosan. Az egy kulcs. Oh, $500. Office Safe 2000 Master kulcs. És azzal nyitni is tudunk valamit, vagy csak az a neve, hogy Master kulcs. Ezt a key. Ez a lift. Még a liftben is szőnyeg van amúgy. Oh, és ez mi akar lenni itt? Ja, ez csak ilyen hátsó lépcső. Aha, és akkor itt nyílik az ajtó, meg minden. Benézzünk azért ezekbe a platókba is, hát ha. Ebben nincsen semmi. Én a kukából is kidopom az értéket, hogyha van benne. Meg kell nézni. Na mindegy, valamit elkezdünk ki okoskodni. Kell egy útvonal, tehát gondolkozzunk egy picit. A legnagyobb problémánk az, hogy ugye nincs egy ilyen köralakú út, amit be tudok járni, hanem most az a helyzet, hogy... valahogy el kéne kezdenünk itt fent, lefele valahogy lejutni gyorsan, tényleg minél gyorsabban. Ezt a kettőt gyorsan föl pick-up-olni, itt is elkapni az alsókat, fölmenni valahogy fentre, összeszedni azt a kettőt és utána ki a kijárathoz, mert az a baj, hogy ugye az eszképünk az három pont között van. Az jó, hogy mindent csak fel kell venni és nem kell húzogatni a földön meg ilyenek, de... Meglátjuk. Próbáljunk meg kialakítani innen valamit. Hát mentünk egyet, ugye ez lenne akkor az első pontunk. Ezt amúgy idébb tudom húzni. Mindegy, idébb tudom húzni. És innen kéne lejutnunk egészen, ez 31 méterre van alattunk, ez pedig azt írja, hogy same level as player. Na várjatok, akkor az micsoda? Átjöttem ide, de itt van egy ilyen tisztító szerkezet, vagy nem tudom, valami mosógépnek tűnik ez. Bármint amit így fújni lehet, mindegy. És ez, gyerekek, egy hegyben van benne, tehát richtig úgy van megcsinálva, hogy ne tudjam normálisan megcsinálni rajta az átjutást. Most azon gondolkodom, hogy itt viszont lehet autót használni, mert ez ilyen kocsibeállós. Viszont ez egy hegyben van, tehát természetesen ugye úgy gondolkozok, hogy az összeset el kéne hozni, amit csak lehet. Hoppáré, nézzétek, már nem neki alattam.
Na, ez így fantasztikus. Jó. A lényeg, hogy beálltunk úgy, hogy ez nekünk hasznunkra válhat. Ugyanis, hogyha felugrok a tetejére, erről fel lehet venni a targetot. Na most, spray-jel be fogjuk jelölni, hogy itt a target. És mindenféleképpen alakítunk ki itt egy kis utat magunknak, plankkel. Jaj. Így né. Kicsit ugrál a kocsi, ami azt illeti. Jó, tehát plankkel így kialakítottuk az utat, itt felnézünk, és akkor ezt egyből le lehet majd szedni. Ez lesz a második, amit összeszedünk, és most elmegyünk, valahogy le kéne hozni épségben a másik autó. Ja, nem kell, van itt autó, és ráadásul ezek még jobbak is. Nem ez? Mondjuk ez a Jeep nem rossz. Oké, majd teszünk rá nitrót, hogy jobban menjen. Ujjjj. Oké. Vigyázzuk-e, mert csúszik ám a hóban. Jó, hát ezt a kaput azt mindjárt kinyitjuk. Állandó jelleggel, értem. Jó, ne, állj meg! Oké, fullos. Ezt csak blowtorch-sal leégetjük itt. Na, várjál. Hogy kéne azt tönkretenni úgy, hogy ne is nyíljon ki? Várjátok, akkor shotgunnal csináljuk, mert különben nem lesz. Már úgy jó egynek. Nem tudom, hogy pontosan hol van benne az elektronika, ugye, ami hajtja. Úgyhogy most ez így jó lesz. Jó, vehicle thrustert teszünk rá, természetesen. Csak hogy biztos, ami tuti jobban menjen a gép. Lehet el kéne tüntetni azt is. Szétolvani kalapáccsal? Persze, hogy nem. Jó, akkor úgy fogjuk megcsinálni. Milyen hangja van már? Nagyon imádom ezeket az üzemautókat, még itt a játékon is tök jól megcsinálták a hangját, ez hihetetlen. Jó, oké. Nagy dömper. Jó, és akkor erre fogunk majd jönni, le akarom festeni az utat. Így nagyjából, hát... Igen, ez úgy sikerült, ahogy. Lefújjuk. Tudjuk, merre kell menni. Nehogy... Nehogy rosszul tudjuk, hogy mi itt a matek. És... hoztok ki az a kis világító cucc. Akkor kijelöljük ugyebár ezt. Vagy várjunk, csak ezt ide tudjuk húzni. Ezt lehet, hogy... Ja, hogy ez a target, a tartó a target, érted? Nem is a robot. Na, ez mondjuk király. Nem is a robotot kell állapni, hanem a tartót, a bakot hozzá. Na, hát akkor ezt odébb tesszük. Nyomunk egy kékszévet. És akkor az lenne itt a nagy... Ó... Kérdés, tehát hogy ez csak a Szentlélek tartja itt. Várjatok, akkor viszont... Két pöcök tartja amúgy fent, tehát viccet félretéve. Oké. Hopp. Ne a kocsira essen rá! Jó, oké, amúgy ez még így jó is lehet. Jó, most mentek egyet megint. Mert azt akarom elérni, hogy valahol itt félúton a kocsiról én ezt fel tudjam venni. Ahhoz viszont szükségünk lesz egy kis plankre még. Oké. Szerencsére a plankünk elég széles, úgyhogy ez tök jó, hogy megcsináltuk rendesen. Így. Jó, ezt itt fel fogjuk tudni venni, és hogyha ezt fölvesszük, akkor egyből be tudunk utána ülni a kocsiba. Ő lesz az első targetunk, tehát innen fogunk elindulni. Utána be a kocsiba, és akkor kocsival fogunk tovább menni. Menjünk a második helyszínre, és akkor onnan kitaláljuk, hogy merre tovább. Mert utána lefele kell mennünk, és nem tudom, hogy meddig. Mert elméletileg valahol itt alatta lesz a történet. Úgyhogy csak zuhannunk kéne köbö, az lenne nekünk tök jó. Ugye ez 26 méterrel van alattunk. De alattunk egyből sajnos nem törhető a padló. Ami elég szomorú történet. Úgyhogy valószínűleg ki kell jutnunk ebből az épületből, és lentebb kell jutnunk. Na hát ez érdekes lesz. Tehát itt az a lyuk, amit most robbantottunk, és ez egy ilyen öltöző kabinba vezet. Na most itt van is nekünk jármű. Olyan jármű, ami úgy néz ki, hogy egy ilyen esést is ki tudna bírni, hogyha úgy van. Ezzel kicsit odébb állunk, és akkor itt...
megpróbálunk valamit itten összehozni, hogy itt csak hátra kelljen köböt tolatnom, és nem tudom, hogy ezt itt fel fogom-e tudni vajon. Ezt nem tudom felhegeszteni. Ugye ez a liftnek a mozgatója. Úgyhogy... Hogy szuper. Itt egy picit rendet rakunk, és akkor... hát valahogy megoldjuk, hogy itt... át lehessen jönni. Sporolnom kell a bombával, mert ez a pálya, gyerekek... Pff, nagyon bonyi. Ment egy gyors mentés, és akkor megnézzük, hogyha... most ebbe így belehajtok, akkor meddig esek le? Aha. Hát, hogyha eddig le tudnék esni, ez amúgy kb. Ezen az esésen fog múlni. Akkor itt már gyorsan fogunk tudni szaladni, majd mindjárt itt még egy kicsit rendet rakunk. Jó, hát tételezzük fel, hogy sikerül ez az esés, és le tudunk jönni ezért a darabért. Nagyon abszurdnak tűnik. Na, majd meglátjuk. Tehát, ugyebár jövünk, és egészen oda a legaljába sikerül bele esnünk. Tehát tegyük fel. Tehát tegyük fel, hogy sikerül. Kicsit úgy érzem, hogy ez abszurd. Ezt az ajtót ott le akartam robbantani, hát mondjuk az ajtó sikerült. Ezt odébb tesszük. Itt kell egy ilyen átjárót képeznünk szerintem. Mi át tudunk gyalogolni. Az a baj, hogy ezt el tudom húzni? Hát, nagy nehezen talán el. Vagy nem? Nem. Jó. Túltárgyaltuk. Lehet berobban a másik is. Nem. Valahol láttam még ilyeneket, úgyhogy ezeket muszáj kihasználnunk. Nagyszerű. Egyszerűen fog. Mindegy, így legalább el tudom tolni. Jó, királyság. Húha, gyerekek. Nem jelöltem amúgy fönt be, hogy merre kell majd menni, de majd az ugye most a legkisebb probléma. Tudjuk, hogy ott a lukat kell megcélozni, úgyhogy nem lesz az a semmi probléma, hogy itt még van egy csomó hobbanyószer, hogyha szükségünk lenne rá. Hát még oda bedobok egy. Csak magamat nem kéne megölni. Jó, oké, nyomunk egy quick save-et, hogy eddig megcsináltuk. Aha, jó, ezt így eddig el tudom húzni, de nem tovább. És akkor lekapcsolom a lámpát, de nem látom, hogy mit válogatok ki. Ugye bár innen, hogyha jövünk, akkor majd, tehát beestünk a lukba, akkor ott lesz a következő target. Hát reménykezzünk, hogy itt leszünk a felénél, és legalább egy 20 másodperc alatt ezen végig fogunk tudni menni. Na, itt már fölöttünk lesznek a cuccok, úgyhogy úgy kéne összeszedni, hogy ebben a sorrendben, és akkor utána megyünk menekülni. Innen, nem tudom, mi a leggyorsabb menekülési útvonal jelen pillanatban, ahhoz, hogy gyorsan fel is tudjunk érni köböl. Az a baj, hogy ez köböl úgy látom, hogy csak lábon lehet megtenni gyorsan. Igen, de így már túl magasan leszünk, nem? Ez már same level, aha. Ez már itt van. Ez itt ez. Jó, shortcutokat kell csinálnunk, tehát ez nem fog másképpen menni, ez nagyon hosszú ez a kacskaringózás, úgyhogy igazából erre kéne visszajönnünk. Csak kérdés, hogy amikor leesünk az autóval, akkor jaj, mennyire fogunk összetörni? Amit nem mi, hanem az autó. Mennyire töri össze itt a dolgokat. Azt fogjuk csinálni, arra gondoltam, egyrészt ezt innen lehúzzuk, és hogyha ezt felvettük, akkor igazából ez egy jó is lehetne nekünk, így egy ilyen rámpának. Mert erre fogunk tovább szaladni, azt mondom neki, hogy plank, és csinálunk tényleg egy ilyen rövidített útvonalat magunknak. Hogyha ez megvan, akkor így feljövünk, persze itt is beplankezzük, rengeteg plankünk van, ám mondjuk azért rengeteg nincs, úgyhogy most már kettővel érjük be. Már nem tudom, hogy a későbbiekben mennyire lesz még szükségünk. Jó, itt valahogy át kéne jutnunk a túloldalra, úgyhogy csinálunk kéne magunknak egy ilyen kis átjárót. Bemutatom nektek a professzionális Stark-féle hidat. Igen, azért van benne robbanó palack, mert az a legkönnyebb, amit most itt hirtelen fel tudtam emelni és oda tudtam tenni. Tehát ezen így át lehet szaladni. Úgyhogy ez nekünk tökéletes lesz. És nem tudtam elmozdítani ezt, ami itt alattam van. De úgy döntöttem, hogy ezt is hasznosan fogjuk kihasználni, és konkrétan arról fel fogunk szaladni az ablakig, és hogyha már itt vagyunk a tetőn, akkor valahogyan meg fogjuk azt is oldani,
hogy egyből föntre tudjunk menni. Nem annyira stabil, mint a másik itt, de meg fogja ez itt tenni most nekünk. Gyors, ezt is bejelöljük, hogy tudjuk, hogy itt merre kell menni. Kegyetlen, mennyire primitíven sikerült ezt megoldanom. Oké, okay, és akkor itt is minél könnyebben kéne eljutni ehhez a célhoz. Ami azt jelenti, hogy igazából itt beszaladunk. És valahogy... most nem tudom, hogy jól lefújtam a falat. Beszaladunk, és akkor itt... hát erre gondolom rákerülünk. Oké. Okay. Hát ez itt megvan. Megvan már ez. Oké, okay. Akkor itt kéne most fölmennünk ehhez. Ha jól tudom, vezetünk úgy lépcső. Ugye megnézzük. Itt oldalt megy valami egyszerűsített lépcső, és amúgy ezt viszonylag könnyű itt ellopni. Mert ez csak így itt van. Ja, ez elég közel van a másikhoz, de valahogy azért ide is föl kell tudnunk jutni. Uha. Valaki rendet rakott rendesen. Oké, okay. Királyság, nyomunk egy quick save-et. Folyamatosan nyomom a mentést, mert nagyon sok mindent próbálok itt tisztítgatni, csinálgatni, hogy ugye egyre tisztább legyen itt a környék. És jobban tudjunk majd haladni. Nem egyszerű, nagyon nem egyszerű ez a map. Jó lenne, hogyha itt fel tudnék ugrani. Mondjuk felugrani itt már fel tudok. Tehát ez van akkora magasság. Főleg, hogyha még egy kicsit... sotikon is, rengeteg sotik van még. Oké, mindjárt kifújjuk levélfújóval. Ugye ezeket a nehéz darabokat azért ez se viszi olyan könnyedén. És maga a felmászó az állhatna ezekből, mert ugye ezekre is fel lehet ugyebár szaladni. És akkor így már pikpak ezt föl tudjuk venni. Csak ide még el kell tudnunk jutni. Ugye onnan kéne érkeznünk. Hát hogy csináljuk? Valamire fel kell tudnunk ugrani szintén. Úgyhogy lehet, hogy itt is valami okos megoldáshoz fogok folyamodni. Elég kevés plankünk van, úgyhogy arra gondoltam, hogy van itt ez a hosszú rúd. Jó, mindegy, az most itt nem sok vizet fog zavarni. És ezt itten szépen lerobbantjuk. Azaz. És azt kéne szépen kihasználnunk arra, hogy azon fel tudjunk szaladni. Valahogy így. Látjátok? Na ez azért elég okos megoldás szerintem. Persze azért, hogy ez nem mozduljon el, egy kábellel a padlóhoz oda kötöm, hogy az jobban tartsa. Vigyázni kell, hogyha nagyon feszül a kábel, akkor nagyon elkezdi húzni az adott dolgot. Így viszont egyben fogja tartani, és egyből fel fogunk tudni ide szaladni. Jó, itt a fejünk egy picit be fog akadni, úgyhogy ezt itt lesetizom. Az a baj, másodperceket tudunk veszíteni az ilyen apróságot, úgyhogy érdemes tényleg mindent rendesen letisztítani. Így né. Nagyon király, hát ez tök jó lesz ez a menekülőút. Már kezdek amúgy bizakodó lenni. Az elején annyira szkeptikus voltam ezzel a mappal kapcsolatban, hogy ez valami igajcsuhaj. Mert amúgy tényleg brutál nehéznek tűnik. Hát ezt senki se látja, hogy azok nyilak. Úgyhogy engedjük is el. Egy plenket azért lehet, hogy tennék, mert úgy nem sok plenkünk maradt már, de egyet azért tennék így, és akkor ez biztos, hogy mutatja, hogy nekünk erre kell jönni. Meg kicsit könnyebb, hogy bele tudok akadni, tehát pont akkor át kell ugrani, hogy bele tudok akadni a dolgokba. Úgyhogy simán feljövünk, ez megvan. Shotgun. Azt már nem tudom, mit ad. Ja, ez már a szikla. Oké. Okay. Nagyon durva, hogy ez így hogy be van építve. És akkor a neheze az csak innen jön. Mert még el kell mennünk ezért, ami 13 méterre van fölöttünk, és nem tudom, hogy azt honnan lenne érdemes megközelítenünk egyelőre. Megszületett a terv. Az lesz, hogy itt egy kicsit leromboltam ennek a kis konténernek az oldalát, és ehhez rögzítettem a plankjeimet, hogy fel tudjak futni, és kvázi ezt a másodlagos targetot menet közben fogom felszedni. Így is úgy is rohadt nehéz lenne amúgy innen feljutni, oda föntre, ahova most megyünk. Úgyhogy így legalább ugye kellemes a hasznossal lesz az út. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy jövünk majd itt fölfelé, és ott fogunk beugrani oldalt. Na most már oda készítettem a nitroglicerint, úgyhogy... jaj! Nem akartam leesni, de kicsit lentebb lenni. Aha. Hát készül a bejárat. Remélem most azt kéne még, hogy széttörje a deszkáimat. Jó. És akkor itt kell most azt megcsinálnunk, hogy meg kell fogadni egy plankkel. Oké, az megvan. Elkapta. Akkor valahogy ide
Csak nem takarítottam le a havat. Így, ez így jó is lesz. Így be fogunk tudni menni. Ez nekünk most így nagyon szuper lesz. És hogyha már ide bejutottunk, már csak oda föl kell mennünk szembe. Igen, ez lesz most még itt a necces kérdés. Kell valami nagyon hosszú esetleg, vagy valami, amin fel tudok ugrálni, mennyi deszkánk van, az a legnagyobb kérdés. Utána már csak lefele kell ugrani, egy deszkánk van, tehát egy deszkával kell most itten operálnunk. Úgyhogy valamit ki kell találni. Én arra gondoltam, amúgy azt is leszedhetjük, azt a hosszú csövet. De amúgy a korlát. A korlát is jó lenne. Teljesen jó a korlát nekünk. Na várjatok egy kicsit. Oké, csak észre kell ezt ugye leklattyogtatni. Most látom a puskát néha. Jó, ekkora talán elég lesz, nem? Jó, hogyha nem lenne elég, akkor majd kitalálunk valamit. Hoppá, ezt el kell most kapnom. És... és... beakadt, nem baj. Így... nagyon szuper. Jó, hát most nem tudom, hogy ez így mennyire baj, hogy a... pont a mászós felületére, amit mászónak akartam arra... jó ez így. Meglepő, de egész jó ez így. Oké, mindenféleképpen rögzítem itt fönt egy plankkel. Mert ugye a plank az egy fix rögzítés. Meg amúgy egy kábelt is tehetünk így ide, pont hogy feszüljön. Így oldalra is pont feszülve. És akkor ezzel nem lesz semmi különösebb probléma. Hát tulajdonképpen szinte kész az útvonalunk. Most az a helyzet, még ugye az Escape teherautóhoz kéne eljutnunk. Azt nem tudom, hogy itt volt egy csomó deszka, akit szinte használtunk volna, most már mindegy, mondjuk tök jó lenne ezeket innen elpakolászni, mert elpakoltam és kábellel kiköthettem a targetot, hogy nehogy itten véletlenül is ne vegyem észre, úgyhogy ezt majd szépen itt fölvesszük, és akkor most már csak ki kell jutnunk, tehát itt a teherautó, ami alattunk van 6 méterrel, és pontosan abban az irányban, hót egyenesen fogunk vágni most itt egy útvonalat. Ez a raklap most nekünk pont kapóra fog jönni, mert így, hát, hogyha azt onnan elveszem, aha, arra rá fogunk tudni kvázi ugrani. Úgyhogy lesz itt stabil talaj a talpunk alatt, csak itt valahogy meg kell okosan csinálni ezt az egészet. Oké, tehát, itt már láthatjátok, bejelöltem, itt fogunk jönni erre, erre rá, itt beugrunk, meg tudjuk ezt elkapni, és akkor már megyünk is ki az SKP-kalig. Nagyon hosszú ez az út. Tehát, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy sikerülni fog, és talán ez az eddigi legrizikósabb küldetés, amit így megterveztem. Remélem mindenki szurkol, megpróbáljuk, hogy meg lesz-e. Van gyorsmentés, hogyha bármi probléma adódna, vágjunk bele a küldetésbe. 3, 2, 1, mehet? Jó, oké. Itt nem tudtunk tökéletesen most bekanyarodni. Hoppá! Ja, nem tudtam felvenni időben! Oké, es. Jó, hullos. Gyerünk, ebetű. Ez az, még van 30 szekünk, egész jók vagyunk szerintem amúgy időben. Gyerünk. Az F-el próbáltam úgy az előbb felvenni. Megkérdezzétek, hogy miért. Új, beakadtam! 16 szek, még simán meg lehet. Gyerünk, és még pont 10 másodpercünk lesz. Ha jó, akkor ugrok. Gyerünk, menj, ott az escape vehicle. És megvan! És megvan! Atya úristen, menj, 55 percig készültem rá. Nyilván ebből ti a rövidített verziót láttátok, a főbb dolgokat. De, bakker, hát ez ami kegyetlen ez a küldetés. Hát a másikhez képest gyerekjáték volt. Na ez nagyon kellett. Nagyon remélem, hogy még sok küldetés van hátra, és nem érünk hamar a játék végére. Mert azért itt vannak nagyon király. Most léptünk még, vagy kaptunk legalábbis egy pár szintet. Van egy kevéske lóvénk, ezt majd a következő részben elköltjük, mert nagyon sok időt töltöttünk ma el itt a küldetés alatt. Srácok, hát nagyon szépen köszönöm, hogyha velem tartottatok, remélem, hogy élveztétek ezt a videót, hogyha igen, dobjatok egy lájkot, illetve hogyha szeretitek és még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel. Ha bármi kérdés oly van a játékkal kapcsolatban, akkor az nyugodtan jöhet a komment szekcióba. Én Starport voltam, jók legyetek, sziasztok!